Sziasztok! FPV Betyár vagyok, és a mai videóban beállítjuk a Nazgulötöst. Az előző videóban ugyebár kicsomagoltam, és volt egy kis tesztreplés. Mai videóban megmutatom nektek, hogy hogy kell beállítani Betaflight-ban, BLHeli-ben és OpenTX-en egy kicsit, tehát hogy a ZephyrSky-os távirányítón hogy kell új modellt csinálni neki, beállítjuk a kapcsolókat, és hozzáforrasztjuk a vevőt ehhez a replés vezérlőhöz. Jelenleg R9 Slim Plus-os vevőt, de szerintem bármelyik FRSky-os vevő ugyanígy fog működni, ugyanoda kell bekötni. Csak valami nem... Miért van rajta, hogy FlySky-os nyakbaakasztó? Hát Mónika, hát nem tudtad, hogy ma OpenTX-ezünk? FRSky-os távirányító nyakbaakasztó kell rá, most szórakozol velem? Hát éreztem én, hogy itt zavar van az erőben, tehát megszereztem az FRSky-os nyakbaakasztómat, megvan a távirányítóm, úgyhogy csináljunk egy új modellt, álltsuk be a kapcsolókat, és megmutatom, hogy hogy kell beforrasztani a vevőt a replésvezérlőhöz, jelen esetben egy Nazgul5-ösnek a replésvezérője, ez egy F4-es sima 4-1-ben ESC-hez gyártott replésvezérlő, tehát csinálunk egy új modellt neki, bindoljuk, és beállítjuk Betaflight-ban és BLHeli-ben, úgyhogy maradjatok velem, és kezdjünk. Ha új gépet építek, az első dolgom, hogy update-elem a vevőnek a firmware-ét, mindig a legújabbat rakom rá. Ehhez csináltam egy ilyen kis kábelt, ezzel szoktam az R9 Slim Plus-os vevőimnek a firmware-ét update-elni. Ezen az X-Lite-on itt alul található az a kis S-portos kimenet. Ide ezt egy ilyen sima egyszerű floppy kábelt ide bedugom. Ezt igazából ilyet úgy tudom az ESC-mhez kaptam, és akkor bedugtam ezt a középső kis dugót rá. Ezt ide bedugod. Ide az egyik végét, a másik végét ugyebár a vevőbe. Érdemes csinálni egy ilyen kábelt, hogyha ha sok ugyanolyan vevőd van, akkor csinálj egy ilyen kábelt, és akkor mindegyiket tudod update-elni, hogyha kell. És akkor bedugod. Én már az SD kártyára ráraktam a vevőnek a firmware-ét, amit az FRSky weboldalára tudsz letölteni. Ez egy Flex firmware, amit ráraktam. És akkor, hogyha a balra gombot megnyomod, és egyet tehát a másik oldalon SD kötő HC kártnál a firmware mappába szoktam ezeket rakni, de bárhova rakhatod. Firmware R9. Na. Slim és Slim Plus. És egy sima Flex firmware-t fogok rárakni. Hosszan megnyomod, és Flash Export. Ez most gyorsan megcsinálja ezt a flash-elést. Nem szedtem ki külön teljesen a drónból, de meg be is rugót csöveztem, sajnos így tudtam csak megoldani most jelenleg a flash-elést. Még sose volt gondom a flash-elés, és sose volt rajta hibaüzenetem, úgyhogy remélem most se lesz. Mindig a legújabb szoftvert rakjátok rá. Én az R9-es vevőkre, meg az adókra is, modulokra is javaslom, hogy a Flex firmware-t rakd föl. Mégpedig azért, mert így lesz telemetriád is, és a legmagasabb milliwatton tudsz repülni telemetriával. Míg hogyha egy sima LB-t és EU LB-t és firmware-t raksz rá, akkor legálisan csak 25 milliwatton és 25 milliwatton tudsz telemetriával repülni, ami nagyon kevés. Tehát az 500 milliwatton vagy 1000 milliwatton nem tudsz telemetriával repülni, mert leszabályozza ezt a korlátozás. Flex firmware még azért is jó, mert tudja változtatni a nagy moduloknál, most nekem nincs olyan nagy modulom, de a nagy moduloknál tudja változtatni, hogy hány milliwatton legyen az adó. Tehát, hogyha mondjuk jó messzire elrepülsz, akkor 1000 milliwatton lesz, és akkor jobban fogja meríteni az aksisat, de hogyha csak itt valahol közelbe repülsz, akkor lehet, hogy csak 25 milliwatton lesz. RSSI alapján emeli a feszültséget, hogy hány milliwatton repül, vagy hány milliwattot nyom ki a modul, akkor most update-eltük is a firmware-ét ennek a
vevőnek, és akkor most gyorsan beforrasztom, hogy gyorsan beforrasztom a repülésvezérlőre. Ahogy a kis bejátszáson is láthattátok, bekötöttem az összes létfontosságú kábelt a repülésvezérlőbe, még a csipogót kell még bekötnöm, de azt is majd megmutatom, hogy hova kell bekötni. Tehát bekötöttem ide előre a kamerát, ez a sárga kábele a video in, 5 volt, és a fekete a ground. Ez ugyebár az OSD menünek a kábele, a kamerának az OSD menüjé, ezt a LED portra kötöttem be, és ezt a zöld színűt a groundra, a feketét pedig a LED-re, mert a KDX Rattle kameránál ez pont meg van fordítva, mint ahogy a normális kameráknál van. És bekötöttem még a vevőnek a kábelét. Sajnos csak ilyen kábelem volt most jelenleg, így a színek nem stimmelnek, de ez a fekete az 5 volt, ez a zöld színű a ground, ez a sárga, ez egy inverted S-port, és ez a narancssárga pedig az S-bus, a sima uninverted S-bus outja a vevőnek. Nem tudom, mennyire lehet látni, de ezt a feketét ide egy 5 voltos ágra kötöttem, a narancssárgát ide erre a groundra, a sárgát egy TX padre, jelen esetben a TX3-asra, ez egy úgynevezett uninverted port, tehát S-bus szempontból ez inverted S-portot, mert az FR Sky ugyebár megfordítja ezeket a protokollokat, az I-bus a sima, az S-bus pedig a fordított, tehát inverted. CLI-ba ezzel lehet szórakozni, hogy megfordítod, valamelyik repülésvezérlő tudja, valamelyik nem tudja, viszont én azért szeretem ezt az FR Sky Slim Plus-os vevőt, mert mindenféle port van rajta. Inverted, uninverted S-bus, inverted és uninverted S-port is van rajta, tehát ez általában az F4-es repülésvezérlőknél okozhat gondot. Sok FR Sky vevőnél külön kell keresni a nyáklapon egy úgynevezett inverted S-portot, hogy az F4-es repülés vezérlőkkel tudjon működni. Jelen esetben nekem nem kellett külön forrasztanom, csak a csatlakozót úgy kialakítanom, hogy legyen rajta egy inverted S-port. És ezt az inverted S-portot forrasztottam be jelen esetben egy TX3-as pedre, az S-bust pedig egy RX2-es pedre. Tehát a smart portot mindig TX-re, az S-boost pedig mindig RX pedre kell kötni.